Köszöntöm nézőinket, Önök Hírhét című magazinunkat látják, nézzük föl híreinket röviden. Tervezési fórum, fontos a jövőkép felvázolása. Múzeumi tudományos esték, Bősz Attila előadása nyitotta a programsorozatot. Etiópiai hangulatok, a földrajzosok köre ismét fantasztikus előadást hozott Marcaliba. Országos rövidfilm pályázat, a Marcali ifjú operatőr második helyezése. Nóta és operett, Máté Zsolt est a Korzóban. Marcali város polgármestere vállalkozókat, cégvezetőket hívott megbeszélésre, hogy a város következő 5 évét meghatározó fejlesztési elképzeléseiről, terveiről egyeztessenek, véleményt cseréljenek. A 2014-2020-as időszak kiemelt fontosságú lehet a gazdasági fejlődésben. Marcaliban is készülnek a fejlesztésekre. A pénteki tanácskozáson a polgármester meghívására a város kiemelt vállalkozásainak, cégének képviselőik gyűltek össze, hogy elmondják elképzeléseiket a jövőre nézve. A területi operatív program a kis és középvállalkozások, valamint az önkormányzatok finanszírozási lehetőségeiről adott tájékoztatót a polgármester. Azt gondolom, hogy két részre választanám a beszélgetést. Az egyik az valóban az Európai Uniós új tervezési időszakról szólt, de ezt már igazából januárban megkezdtük ezeket a tárgyalásokat, ahol vártunk ötleteket a vállalkozásoktól, ezeket döntő többségeben is építettük a járási programokba, illetőleg ez alapján már a megyei közgyűlés is jóvá hagyta azokat. Ellenetlenül beszéltünk arról is, hogy milyen egyéb pályázatok várhatók, és abban mindenképp jó lenne, ha hasonlóan az elmúlt időszakhoz minél több marcali vállalkozás pályázna, a város ehhez minden segítséget meg kíván nyújtani. A másik fontos része a beszélgetésnek az volt, hogy készül a város 2014-2020-as vagy 2019-es gazdasági programja, ami erre az 5 éves időszakra vonatkozik, tehát erre a választási időszakra, és itt kértem azokat az ötleteket a jelentősebb vállalkozásoktól, vállalkozóktól, hogy ők mit tartanának fontosnak a városba, mi az, amin változtatnunk kellene, és azért egy pár dolog egyértelműen elhangzott, nagyon fontosnak ítélik meg a szakképzés helyzetét, sőt, inkább azt gondolom, hogy mindenki nagyon aggódik a szakképzés helyzetét miatt, tehát lényegesen jelentősebb forrásokat kellene mozgósítani oda, szervezettebbnek kellene lennie. Tehát a jelenlegi rendszer, az átalakuló rendszer azért még nagyon magánviseli a gyerekbetegségeket, amelyek ilyenkor jelentkezni szoktak, de ugyanúgy igaz ez a gimnáziumi képzésre is, tehát ott is egy erős aggodalom fogalmazódott meg annak érdekében, hogy vajon mennyi gyermek tud maradni a városban, és mennyi lesz az, aki már középiskolába elmegy más városokba, mert akik már elmennek 14 évesek, az nagy valószínűséggel főiskola egyetem után sem jönnek vissza, és így már mindenképp most is érezhető bizonyos területeken, főleg műszaki területeken szakember hiánya jelentősebb cégeknél. A harmadik fontos terület az pedig a város általános közállapota volt, tehát ugye azt nyugodtan kijelenthetjük, hogy Marci, hogy a föld alatt nagyjából rendben van, tehát minden olyan ellátás biztosított, ami ahhoz, hogy egy normális gazdasági élet folyjon, az megvan a városban, sőt a fejlesztési lehetőség is adottak ilyen területen. Ugyanakkor az általános belrend, a programok, a lakosság jobb kiszolgálása, a környezetünk állapota, az mindenképp nagyon fontos volt mindenki számára, tehát egy lakható, jól élhető város legyen, és általában ezt fogalmazta meg mindenki. A gazdaság élénkítő programról a kormány december 4-én tart majd tájékoztatást. A megjelent vállalkozások vezetői többek között az önellátó mezőgazdasági termelést, hűtőház létrehozását preferálták, de az irányított szakképzés fontosságára is felhívták a figyelmet. A műszaki értelmiség hiánya aggasztó a jövőre nézve, ez mindaddig nem oldódik meg, amíg nem tudnak a cégek versenyképes fizetést biztosítani. Az infrastruktúra kérdésében a 68-as főút felújítása, az Erkelőről út és a gyógyszálló megépülése jelenthet kitörési pontot a jövőre nézve. A pályáztatás bürokráciájában nem könnyű kiigazodni. A tanácskozáson elhangzott, a termelő cégek 70%-os exportra termelnek. Nehéz megmondani előre 3-5 évre, hogy milyen euró árfolyam mellett mekkora kapacitásra van igény, ezt sokszor még egy fél évre sem lehet kiszámítani. Hát ami eddig kiírás történt, vagy amik ilyen nagy sajtóvisszhangot kaptok, azok azt gondolom, hogy
minimálisak, és az egészhez képest még az apró pénz nagyságát sem érik el. Ezek inkább olyan látszat intézkedések voltak, hogy lám vannak új pályázatok, de valóságban, amikor majd az Európai Unió jóvá hagyja azt a magyar elképzelést, amelyet a kormány felvállalt a különféle gazdaságélénkítő programok keretében, illetőleg a területi operatív program keretében, hogy miket kíván megvalósítani, amikor Brüsszelben rábólintanak, azt követően kezdődhet meg valóban a tényleges pályáztatás. De ugye ismerjük, hogy a pályáztatás elég hosszú folyamat, általában ez közbeszerzés követi. Ha ezekben nem lesz lényeges csökkentés, bár erre ígéret van a kormány részéről, hogy egyszerűbbé teszi magát a pályáztatást és a lebonyolításnak a folyamatát, de ha marad ez a jelenlegi elmúlt 4 évben kialakult szisztéma, akkor én úgy gondolom, hogy tényleges pénzzel költés a 2015 végén lesz, az már nagyon szép eredmény, de igább azt mondanám, hogy 2016 a realitás. Az egész ország így marccal is várja a tőkeinjekciót, talán jövőre már kézzel fogható forrás is várható. A Múzeumi Tudományos Esték sorozat első előadását a Kulturális Korzó mozitermében rendezték. A Múzeumi Tudományos Esték sorozat első előadásán a katonai közúti járműhasználat az első világháborúban címmel hallhattak előadást a Kulturális Korzó mozitermében. Ez a rendezvény a marcali első világháborús eseménysorozathoz kapcsolódik. Az előadó Bősz Attila segédlevéltáros lesz a Baranyai megyei levéltárból, ő marcali származású, és a témája az a közúti közlekedés az első világháborúban. Reméljük, hogy sokakat fog érdekelni. Ez a rendezvénysorozat, a Múzeumi Tudományos Esték egy olyan folyamatnak a része, amely során szeretnénk a elkövetkezendő időben legalább havi, két havi rendszerességgel egy tudományos előadást szervezni a közönség számára, amelyben népszerű vagy kevésbé népszerű marcalit érintő vagy a magyarországi egyetemes történelemmel kapcsolatos témákkal. Ez egy közlekedés történeti előadás lesz, aminek az lehet a különlegessége, hogy a közúti közlekedéssel foglalkozik, tehát a korabeli közlekedés történet az a vasút szemszögéből szokta nézni, legalábbis a szakirodalomban ezt a történetet. Én megpróbálom egy kicsit más szempontból vizsgálni, remélem, hogy érdekes lesz. Az első világháború katonai közúti jármű használatával fogok foglalkozni. Ez leginkább az utánpótlásra szállító eszközökre vonatkozik, de meg fogok említeni harceszközöket is, amelyeket a Monarchia hadserege használt. További múzeumi tudományos estéken színes előadásokkal várják a közeljövőben is az érdeklődőket a múzeum munkatársai. A marcali földrajzosok köre szervezésében Gruber László Etiópiai hangulatok címmel tartott képes előadást és élménybeszámolót a gimnáziumban. A 2012. január elején indult, majd tragédiával végződött etiópiai tanulmányútról tartott előadást az ott járt Gruber László bonyhádi középiskolai tanár. Mindig szívesen megyek előadni, és ez egy speciális alkalom, ugyanis Marcaliban eddig még nem voltam. Járom az országot, nem csak az Etiópia előadással, hanem Japánnal, Törökországgal, Izlanddal, és még jó néhány helyel. És szívesen elfogadom, főleg azért, mert jó részt olyan emberek hívnak meg, akiket tényleg érdekel, és különösen örülök, ha sok diák van, mert én úgy gondolom, hogy ma néha jogtalanul kritizáljuk a mai úgynevezett Facebookos nemzedéket. Ha értékeket mutatunk nekik, akkor úgy gondolom, hogy ez igény megmarad bennünk, úgyhogy ez egy kicsit a mi felelősségünk is, vagy nagyon. Ez talán egy picit híresebb, meg érdekesebb, ő Lüszi csontváza. Ugye ma már történelemből nem nagyon kell, mert a gyereknek nincs szüksége, hogy ősport tanuljon. Nem tudom, történelem szakos kollega van-e a társaságban, de nem irigylem őt se. Van mit megtanítanunk, igen. Szóval Lüsziről viszont talán sokan hallottak már. Ő egy Australopithecus, ami inkább még majom volt, mint ember, olyan 3-5 millió évvel ezelőtt éltek földünkön, és ő volt a leghíresebb, akire rátaláltak. Hát ennyi csontja maradt meg, és nagyjából, hogy rekonstruálták, így nézhetett ki a kis szerencsétlen. Ő egy ilyen 120-130 cm magas, hát egy nagyon szőrös hölgy volt még,
és ilyen történelemmel őskorral foglalkozó könyvekben lehet róla jó képeket találni, de nem olyan nagy durranás már, mert ő már lefutott, hanem ez a bizonyos dikikei gyermek, ez egy 3 éves gyerek, aki 3,3 millió évvel ezelőtt halt meg, mégpedig olyan, ha lehet ilyet mondani, szerencsés környezetben, hogy a holttestét rögtön elborította egy folyó áradásából származó iszap, és ott egész jól megmaradtak együtt a csontjai, és a csontjaiból állították össze, szinte a teljes csontozata megmaradt, és így rekonstruálták, hogy nagyjából hát így nézhetett ki. Van egy kis apapeszi maki beütése, én nem tagadom, de helyes, helyes kisgyerek. Ja, és érdekes módon dikikei gyermek, a Dikike hegy alatt találták meg, a Dikike pedig oromó nyelven azt jelenti, hogy melbimbó. Tehát, hogy milyen érdekes, hogy a gyermeket hát hol máshol találnák meg, mint ott a cici alatt. A Berzsenyi Dániel gimnáziumban tartott rendezvényén a merényletet mellőzve inkább az etióp különleges táj csodáit, gazdag növény és állatvilágát, valamint jellegzetes arcát idézte fel a hallgatóságnak. Hát mondhatnám, hogy aki földrajz szakos tanár, az utazzon, de ez természetesen nem ilyen egyszerű. Nem kezdtem olyan korán én sem, és magamat nem nevezem világutazónak, bár sokszor ezzel a titulussal illetnek. Én úgy gondolom, hogy az az ember, akiről részben szól a mai előadás, Fábián Tamás, ő már az volt, és nem csak a meglátogatott országok szempontjából, hiszen ő 51 országban jár, vagy egy Kubasek János, aki úgy tudom, hogy sűrűn ad itt elő, aki már 100 fölött jár az országok tekintetében. Tehát én úgy gondolom, egyrészt nem ez határozza meg, hogy ki a világutazó. Másrészt pedig én is még ettől messze vagyok. Majd, ha még néhány tucat kívánságom teljesül, akkor lehet, hogy majd én is majd a világutazók körébe léphetek. Mennyire szeretne a világutazók körébe lépni? További tervek, további országok, további álmok? Azok mindig vannak természetesen, részben idő, másrészt pedig anyagi hátteret meg kell hozzá teremteni. Múlt nyáron Indonéziában voltunk, közel egy hónapig jó barátaimmal, földrajzszakosokkal természetesen. Tavasszal egy iráni utat tervezek, egyelőre még csak a repülőjegy van meg, de hát akkor már el kell menni. És ami nekem a legfontosabb, a diákokra visszatérve, hogy elsősorban a diákjaimnak érzem kötelességemnek, hogy programokat szervezzek, kis buszba ültetem őket, vagy éppen egy nagyobba, és úgy járjuk a világot Olaszországtól Korzikáig, Izlandtól Marokkóig, és ez a legfontosabb talán, úgyhogy a következő nyári útunkra már egy nagy busz megtelt az olasz vulkántúrára. Etióp hangulatok, avagy Tamás, Gábor, még mindig hazavárunk címmel, a tragédia hátteréről vidám hangulatú, az életüket vesztett túrázóknak tiszteletet állító előadáson a tanár úr népes hallgatóközönségnek mesélt a több száz kilométert felölelő túráról. A mai előadás ugye a 2012-es utazásról szól, ez egy kicsit szép és fájó emlékekkel vegyül, mennyire nehéz erre így visszaemlékezni, a szépet és a tragédiát mennyire lehet külön választani? Most már egy kicsit azt mondom, könnyebben nyilatkozom, de nincs most már talán a 21 néhányadik előadásom ez Etiópiáról. Az elején fél évig elő sem vettem a képeket, nem tudtam. És miután az első két előadást megtartottam a Bonyhádi gimnáziumban, ugyanis ott tanítok, utána azt mondtam, hogy jó, akkor elindulhat a dolog. Nehéz volt. Az is nehéz a mai napig, amikor Tamás születésnapján megemlékezünk róla, illetve a tragédia napján megemlékezünk a Tamásról, illetve Szabad Gáborról, a másik magyar áldozatról, de úgy gondolom, hogy én is ezt várnám Tamástól, hogy ő is ezt tegye, és tovább is járja a világot, illetve úgy gondolom, hogy ezzel talán egy szép emléket is állítunk neki. És itt nem csak előadásokról van szó, van egy világutazóklubunk, azt is róla neveztük el, és az ő nyomdokain indulunk most Olaszországba is, hiszen egyik utolsó közös utunk ez volt, azon kívül pedig kiállításokat is berendeztünk, szerveztünk neki szülővárosában, Vasváron, Szegeden az Agórában, Szegeden a Vadaspark, illetve ami számomra külön öröm, hogy a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban is van egy kisebb kiállítás Tamás hagyatékából. Az etióp történelem mellett a színes előadáson gazdag fotóanyag segítségével megismerkedhettek az érdeklődők a jelennel is. Hát őről se szoktam mondani, hogy Miss Etiópia címet elnyerte, lehet, hogy valamikor még a középkorban mondhatjuk azt. Jó, de azért nem akarom látni, azért amilyen körülmények között élnek. És hát ez a kicserzett bőr, ugye sok napsütés, stb. Ez talán olyan szempontból érdekes, egy fiatalabbnak tűnő hölgy, hogy ott vannak a vágások az arcán, illetve a homlokán, és a következőn is láthatjuk egy még fiatalabb, hogy itt van. Nem mondok szándékosan kort, mert nem tudjuk, hogy mennyi idősek. Tehát korabének is vannak, idősebbnek tűnő fiatalok, ugye, vagy fiatalabbnak tűnő idősek is köztük.
Az előadásra megtelt a gimnázium ebédlője, és aki meghallgatta a színes előadást, az egy kicsit Etiópiában érezhette magát a közel két órás előadás hatására. És hát megjelentek az első páviánok is, szabad csapatokba verődve, nagyon félénkek, de ugyanakkor, hogyha stressz helyzet van, akkor elég agresszívak tudnak lenni, tehát óvatosan kell ezekkel a majmokkal viselkedni, illetve hát ha valaki, akkor tőlük el lehet kapni a veszettséget. Most veszettség ellen, ahogy mondtam, én nem oltattam be magam, mert egyrészt eléggé veszett is voltam, másrészt meg a veszettség az egyetlen olyan dolog, ami talán utána nagyjából egy hónappal is még gyógyítható, tehát az embernek nem kell belehalnia. Úgyhogy, akit megharap egy oltás nélküli, vagy egy belemoltott kutya, nem kell rögtön annyira kétségbe esni, csak ellenőrizni. És ez egy viszonylag jó minőségű út, amint közlekedtünk, volt ennél sokkal jobb is, de inkább a sokkal rosszabb volt a jellemző. Aztán, ha már voltak majmok, akkor jöjjenek a tevék, a habzószájú tevék. Ők egy kicsit félelmetesebbek voltak, mert nagyon érdeklődve jöttek oda hozzánk, de nem ők voltak igazán a félelmetesek, hanem a cimborák. Na itt volt az első, mondjuk azt, hogy kisebb konfliktus. Ugye Etiópiában beszélnek 80 nyelvet, de 80 nyelvet viszonylag sokan. Különböző tartományokban, különböző nyelveket, és hát ahogy elhagytuk Addis Abebát, szerettünk volna mást is megismerni, és a sofőrünk, kiváló sofőrünk Dessé nagyon jól beszélte az etióp nyelvet, igen, ő beszélte az amhara nyelvet, ami Etiópiának a hivatalos nyelve. De ezek a srácok, ezek oromok voltak. Egy büdös szót nem értettek abból, mondhatnánk két utcával a fővárostól, hogy mit mondani sofőrünk. És akkor a távárisi kányeces fejű bácsi elkezdett velük kommunikálni, mutogatva, angolul nagyjából annyit tudnak, mint én, tehát nem volt probléma, és elbeszélgettünk velük, itt is az volt a lényeg, hogy fizessünk, aztán fényképezhetünk. Az előadást teljes egészében megtekinthetik nézőink a decemberi Kultúrhét című magazinunkban. Szerda délután honvéd csendőrök és német hegyvadászok a marcali harcvonalon címmel Nagy Csaba hadikrónikás előadását hallhatták az érdeklődők az X-házban. Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket. Köszönjük, hogy ennyien elfogadták meghívásunkat. Külön köszöntöm Nagy Csaba hadikrónikás barátunkat, aki ma este egy igen érdekes és értékes előadást fog tartani. Marcali történetéből. A ma esti előadáson egy előadás sorozatnak a második alkalma ez, a marcali környéki háborús eseményeket próbáljuk összefoglalni, feleleveníteni benne. Időrendi sorrendben megvizsgáljuk azoknak a magyar és német alakulatoknak a történetét, illetve az egyes jobban megismerhető személyeknek a krónikáját, akik ezekben a harcokban részt vettek. Az első alkalommal a harmadik német lovasdandárral foglalkoztunk, amelyik 44 decemberében visszafoglalta Marcalit a szovjet csapatoktól, a mai alkalommal pedig azokról a német hegyvadászokról, illetve honvédcsendőrökről lesz szó, akik a frontot tartották itt csak nem 4 hónapon keresztül. A német hegyvadászok egy különleges és elit csapatneme volt a II. Világháborús Wehrmachtnak, magas hegyi kiképzést kaptak, ugye a hegymászáshoz, síeléshez ugyanúgy kellett érteniük, mint az egyéb fegyverforgatáshoz. Egyébként a fegyverzetük nem volt túl nehéz, hiszen lovakkal és málhás szamarakkal, összférekkel kellett szállítaniuk a szétszedett lövegeket például, és a marcali környéki háborús eseményekben nagyon sokszor felbukkantak. Ők gyakorlatilag Marcali és Böhönye között voltak bevetve, 2 gyalogezreddel rendelkeztek, nem voltak különösebben ütőképesek. Egy-egy ilyen ezrednek a harcértéke a békeidőben 3500 fő körül mozgott, ekkor azonban már csak 2500 fő volt. Az alakulat nagyon megtépázott állapotban került ide a Balkánról Marcali környékére, azonban a háború ezen utolsó hónapjaiban folyamatos harcok közepette sikerült ismét a régi erejére feltornázni. Úgyhogy érdemes rájuk visszatekinteni, és nem utolsó sorban azért, mert az itteni emberekkel a faluban összeismerkedtek a vendégeikkel, vendéglátóikkal és nem utolsó sorban azért, mert akikkel a falvakban itt összeismerkedtek, és az ő vendéglátóik voltak gyakorlatilag, ezekhez a háború utáni évtizedekben is rendszeresen visszajártak. Olyan embereknek az életútját is felelevenítem majd, akik ilyenek voltak, hogy rendszeresen újra és újra felbukkantak itt, sőt a környékünkön bizonyos mondhatni karitatív tevékenységet is elláttak a háború után. Ugyanaz a helyzet a honvéd csendőrökkel, akik közül 3-an is visszatértek a hadifogságból, hogy Marcaliban
nősüljenek, letelepedjenek és családot alapítsanak. A harmadik előadás, amelyet tavasszal tervezünk műsorra tűzni, ez időrendben haladva tavaszi harcokat fogja tárgyalni, akkor már egy Waffen-SS alakulat, a 16. SS páncélgránátos hadosztály vitte itt a prímet, ő viselte a harcok fő terhét, és ővelük, az ütközetekkel, illetve a parancsnokukkal, Otto Baummal fogunk foglalkozni, aki a német hadsereg egyik legfiatalabb tábornoka volt, és a legtöbb kitüntetést szerezte, és szerencsére semmilyen háborús büntet nem fűződik a nevéhez. Máté Zsolt, magyar nóta és operett műsorral várta rajongóit a Kulturális Korzó aulájában. Máté Zsoltnak már sok előadói arcát láthatta a közönség, de még mindig tud újat hozni a nézőknek. Máté Péter és Zsámbó Jimmy emlékest után az elmúlt héten magyar nóta és operett műsort hozott a marcaliaknak. Az az igazság, hogy azért ilyet hoztam, mert nagyon régóta sokszor megállítottak a városba, és kérdezték, hogy magyar nótát nem tudnék énekelni. És mivel én annak idején magyar nótát tanultam, és Pesten magyar nótát énekeltem, így gondoltam, hogy ha Szabi meg tudja tanulni a nótákat, akkor nincs akadálya, hogy egy ilyen nótacsokrot összeállítsunk és elhozzuk. A búzámat elmerze a jég, a lomamat elvitt a végrehajtó, szerető is elszerették tőlem végül. Nem nekem azt tanították annak idején, hogy a magyar nóta az jobbára hallgató, tehát szomorkás. Persze oda tartozik az andalgó is, meg a gyors csárdás is, hát azokból is lesz egy-kettő, meg operett is lesz a végén, olyan, amiket nem nagyon hallhatunk, legfeljebb régen hallottunk, de remélem most tetszeni fog mindenkinek. Máté Zsolt estéjét a Híradó után jelentkező Kultúrhét című magazinunkban teljes egészében megtekinthetik. A budapesti Katona József Színház Illaberek rövidfilm pályázatot hirdetett, melynek második helyezettje a Marcaliban élő Török Dániel lett. Ahol a Kurta farkum alatt címmel rövidfilm pályázatot írt ki a színház, ahova olyan kisfilmeket vártak, melyek a ki- és elvándorlás témáját járták körül egy percben. A pályázatra középiskolás és egyetemi diákok pályaműveit várták, végül közel 30 film érkezett. Török Dániel Marcaliban született zenés családban, így nem áll messze hozzá a művészet. A noszlopis éveket követően Kaposváron folytatja tanulmányait a Zichy Mihály Iparművészeti Szakközépiskolában. Édesanyám vette észre ezt a pályázatot interneten. Elkezdtem gondolkozni, hogy mit lehetne ebben a témában csinálni, mivel a korunkban eléggé aktuális ez a téma. Kivándorlással kapcsolatban a fiatalok nagy része szeretne külföldre költözni jobb lehetőségek miatt. Ezért gondolkoztam azon, hogy nevezzek erre a pályázatra, és csinálok valamit. Mivel elsődleges kiírási pont az volt, hogy egy percesnek kell lennie a filmnek, ezért a forgatási idő nem volt több. 3 napnál körülbelül 3-szor forgattunk különböző helyszíneken. Segítségemre volt Tóth Zoltán, az egyik szakmai csoporttársam, és az Zichy Média műhely, ez az iskolánknak a műhelye, és nem utolsó sorban édesanyám is segített. A felhívás célja az volt, hogy a fiatalok elmondhassák saját történetüket, gondolataikat, érzéseiket a mai magyar társadalmat erősen foglalkoztató kivándorlás jelenségről. Konkrétan arról szólt az egész, hogy rá akartam világítani arra, hogy a rossz körülmények és a munkahelyi megaláztatás mennyire befolyásolja egy mai fiatal életét, és hogy inkább a külföldre utazást választja az itteni alkalmazkodás helyett. Thank you.
A beérkezett pályamunkákat neves szakmai zsűri bírálta el, így Gotár Péter színházi és filmrendező, Máté Gábor az Illaberek rendezője és Török Ferenc filmrendező. A második díjat a Lépés című pályamunka nyerte, melyet a 17 éves Török Dániel a Kaposvári Zicsi Mihály Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium diákja készített. Szeretnék a pályán belül maradni, ezen a pályán szeretnék tovább tanulni, Pestre szeretnék menni egyetemre, és céljaim között van a Színház és Filmművészeti Egyetem, vagy a MOME. A Lépés című film az első lépés Dani életében az operatőri válásban. Digitális kamerával vettük fel, HD minőségben. Az időbeosztásunk eléggé kötött volt, tehát nehezen tudtunk időpontot egyeztetni mind a szereplőkkel és a segítőkkel is. A helyszíneket én választottam, iskolán belül is forgattunk, kint az állomáson is. Hát inspirál maga a szakma, meg az, hogy szeretem ezt csinálni. Hát legjobban a videókészítés és vágás foglalkoztat. Hát jobban érdekel a mozgóképi része, tehát a videóvágás, videókészítés, akár videoklippek készítése, ezek érdekelnek. Persze nincs megállás, újabb filmek készülnek, az új hatások új ötleteket inspirálnak. Hát jelenleg készülünk az Országos Középiskolai Filmszemlére, erre beküldtünk 4 videót is, és most erre készülünk. Az egyik Ophéliáról szól, az egyik Hamlet drámából, és több animációs kísérleti filmet is beküldtünk még ezen kívül. Műsorunk végén nézzük fel híreinket még egyszer röviden. Tervezési fórum. Fontos a jövőkép felvázolása. Múzeumi tudományos esték. Bősz Attila előadása nyitotta a programsorozatot. Etiópiai hangulatok. A földrajzosok köre ismét fantasztikus előadást hozott Marcaliba. Országos rövidfilm pályázat. A Marcali ifjú operatőr második helyezése. Nóta és operett, Máté Zsolt est a Korzóban. Ennyi fért mai műsorunkba, híreinket keressék a www.tavitv.hu internetes oldalon, és látogassanak el a Balasport Facebook oldalára. Viszontlátásra!